Szőlőcukor, csokoládé, ásványvíz és üdítő, szinte minden diák vitt magával valami cukros nasolnivalót és folyadékot a középszintű írásbeli érettségire. Tolnán a Szent István Katolikus Gimnáziumban 52-en kezdték meg az idei vizsgákat. Voltak, akik megpróbálták a padjukat egy-egy kabalával is otthonosabbá tenni. Két kabalát is hoztam magammal, egy ilyen kis unikornist és egy kis csacsit. Ezt az unikornist a ballagásomra kaptam egy csokorhoz, és számomra fontos személyektől kaptam, akik meglepetésszerűen jöttek el a ballagásomra, ezért is nagyon fontos nekem. És a másik pedig és szintén egy csokorhoz járt a ballagásomra, és ez egy kis csacsi, mert van egy kis szamarunk otthon, és valószínű ezért kaphattam, és a magyar tanáromnak a kisfia ballagtatott engem, és tőle kaptam, és ezért gondoltam, hogy elhozom, hát ha szerencsét hozhat nekem. Szerencsét hozott milyen? Úgy érzem, hogy szerencsét hozott. Egy-két dolgot még átnéztem. Tegnap vendégek voltak nálunk, úgyhogy olyan túl sok időm nem volt. De hát ilyenek például, hogy a motivációs levél, meg ilyenek, hogy nehogy összekeverjem, hogy ha a verset kell elemezni, hogyha novellát kell elemezni, akkor annak hogyan van az elemzése, de összességében inkább igyekeztem pihenni, meg abból a szempontból nem készülni, hogy nehogy abban hibába esek, hogy jaj, még ezt se tudom, jaj, még azt se tudom, hanem minél nyugodtabban tudjak jönni. A diákok reggel 8 órától délig dolgozhattak a feladatlapokkal. Az első szövegértési feladat idén a játékfogalmával és a játékkutatással foglalkozott. A legtöbb érettségiző szerint bár a szöveg száraz volt, nem volt igazán nehéz megoldani a hozzá kapcsolódó tesztet. A konkrét elvárásaim nem voltak, így a sorral kapcsolatban a szövegértési feladatot egész egyszerűnek éreztem, habár maga a szöveg igazából nem volt annyira egyszerű. Egy ilyen játékokkal kapcsolatos szociálpszichológiai szöveg volt. Elég munkás volt a szövegértés rész, egy néprajzi szakszöveg volt, ami elég száraz és igen sok szakkifejezés, tehát a diákoknak azért dolgozni kellett vele. A típus feladatok, amiket gyakoroltunk, azok voltak a szövegértési részben, és volt azért néhány olyan feladat, ami gondolkodtató volt, kreatívabb, ötletes megoldásokat vártak. Az első feladatlap második részében egy érvelési vagy szövegalkotási feladatot kellett megoldani. Idén egy a szinkronizált filmekről szóló érvelést, vagy egy régészeti leletről szóló hivatalos levelet választottak a diákok. Ezután egy Mándi Iván novellához kapcsolódó műelemzést, vagy József Attila és Radnóti Miklós egy-egy versét összehasonlító elemzést kellett elkészíteni. A szocialista rendszerről szóló novella elemzés volt, hát végül is időkereten belül végeztem, úgyhogy nem hiszem, hogy nagyobb nehézségek nélkül, szerintem át fog verekedni azért rajta. Bízom benne, hogy minél jobb eredménnyel. Kicsit nehéz volt, mint 20. századit elemezni. Ugye mindig olyan klasszikus novellának az elemzését tanuljuk, ahol egyértelműen el lehet határolni az egyes részeket. Most itt a 20. században ez már egy kicsit átcsúsztak a egyes részek, úgyhogy hát nem tudom, hogy mennyire éreztem rá, hogy akkor pont például ezek hol határolódnak el. Hát úgy azért remélem jól sikerül. Nagy volt a hangzavar kedden is a Szent István Katolikus Gimnáziumban. Voltak, akik még az utolsó pillanatban is a vizsgára készültek, mások pedig már csak lazítani próbáltak. Én úgy gondolom, hogy nekem a matekból kell jót írnom, ezen múlik minden, szóval izgulok nagyon már. Tegnap érettségét próbáltuk meg kitaglalni, hogy mi volt a magyarban, meg mi nem, akkor ki mit írt bele. Hát igazából már el kell engedni ezt az egészet, mert már fölösleges ezen gondolkodni. Most mindenki a matekra koncentrál már nem egy ilyet írtunk, úgyhogy próba érettségét matekból. Szerintem mindenkinek menni fog, nagyon újat nem tudnak mutatni, úgyhogy majd meglátjuk. Az érettségizők kedden is rengeteg édességgel és folyadékkal készültek, és természetesen az otthonról hozott kabalák is előkerültek. Csoki, illetve az innivalennival elmaradhatatlan, és a kis kabala, amit az osztályfőnökünktől kaptunk.
is elhoztam, és hát reméljük, hogy segíteni fog. Nem csak a mobiltelefon, például okosórát sem használhattak az érettségizők. Függvénytáblázatot, számológépet, vonalzót, görzőt és szögmérőt viszont igen, ezeket egyesével ellenőrizték a tanárok Tolnán. Pontban reggel 8 órakor aztán nekiláttak a diákok az idei középszintű matematika feladatsorok megoldásának. A vizsgázókra 3 óra alatt 2 feladatsor várt. Az első alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrizte. Ezt 45 perc alatt kellett megírni. Idén a kérdések a mértani sorozattal, a módusszal és a mediánnal, valamint vektorokkal és százalékszámítással foglalkoztak. Az érettségi második részében aktuális témákra kellett reagálniuk a diákoknak. Szó volt a föld vízkészletéről és elektromos autókról is, de a témakörök között szerepelt az egyenlőtlenség, a trigonometria, a sík és térgeometria, gráfok és valószínűségszámítás. A tanárok és a diákok szerint a vizsga könnyen teljesíthetőek közé tartozott. Kedden matematikából középszinten országosan több mint 69.200-an írták meg az érettségijüket.